Zárt ajtós tárgyalással kezdődött az október 13-án tartott rendkívüli testületi ülés, ahol elsőként a Moson-Magyaróvárért emlékéremdíj adományozásáról döntöttek a képviselők. Ezt követően az energiaracionalizálási tervek kiegészítéséhez kapcsolódó döntések következtek. Árva István polgármester elmondta, a költségvetési rendelet módosítására azért került sor most, mert a lakossági felhasználóknak és különkezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjai, hatósági árak. Október első napjától a különkezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatásért Moson-Magyaróváron az eddigi 3305 forint per gigazsúl helyett nettó 54836 forint per gigazsúl díjat kell fizetniük. Moson-Magyaróváron a távhőszolgáltató a Városüzemeltető Kft.-ben működő külön üzletág, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy a vásárolt hőt, amit a Motim hőközpontból vásárolunk, osztja széllyel a távhűtött fogyasztók között. Ennek a szolgáltatásnak a díja tehát a október 1-től 16-szoros növekedésen megy át. Árva István hozzátette, első ránézésre kezelhetetlen mértéknek tűnik az emelés, ezért a képviselőtestület első feladata, hogy a saját fogyasztóiknál a költségvetésből a következő 3 hónapra forrás biztosítson. Az érintett intézmények között van, többi között a Kék Cinke, az Őzikés és a Vackor óvoda, a Keszi gondozóház, a Védőnői Szolgálat, a Flash Központ, a Huszárgálvárosi Könyvtár, vagy éppen a Civilek Háza. Megvizsgáltuk az egyes különböző intézményekben alkalmazható költségcsökkentési tényezőket, és ilyen módon a javaslatunk az, hogy a költségvetés általános tartalékából 40 millió forint átcsoportosításával, közüzemi többletköltségek többletforrás biztosításával kezeljük ezen intézményekben a 2022. december 31-ig jelentkező távhő többletköltséget. A polgármester hozzátette, a társulás által kezelt 2021. évi önkormányzati hiányfinanszírozás maradványából további bruttó 5,2 millió forint forrás átvezetést kell támogatnia a képviselőtestületnek a Lengyári úti második szám alatti intézmény esetében. Szabó Miklós hozzászólásában elmondta, körülbelül december végéig lehet előrelátni a mostani helyzetet, bizonyos szolgáltatások színvonala csökkenni fog a jövőben. Arra számítanunk kell, hogy továbbiakban is folyamatosan kell foglalkozni a testületnek ezzel, hiszen jó néhány intézmény kimaradt futó ebből az előterjesztésből, futóra, partrendezvényház, aréna, bármennyire is nem mi vagyunk az üzemeltetői, de nyilván ugyanezen az önkormányzati csöcsön lógnak, ha úgy tetszik. Tehát, hogyha segítségre szorulnak, akkor hozzánk tudnak fordulni. Árva István válaszában elmondta, az elkövetkezendő időszakban, december végéig regisztrálják a fogyasztási szokásokat, és azt, hogy milyen eredményekre vezetnek a megszorítások. Ha meglesznek az adatok, akkor tudják majd a jövő évi dolgokat megtervezni. A polgármester kiemelte, a jelenlegi mérték még kezelhető városi szinten, az elmúlt években felhalmozott tartaléknak köszönhetően. Ez segíti majd a költségvetés következő évét. A polgármester hozzátette, a probléma akkor léphet fel, ha a nem önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, mint a kórház, a posta vagy a mentőállomás nem fogja tudni fizetni a városüzemeltetőnek a felmerülő költségeket. A képviselők aztán elfogadták a távhőszolgáltatás díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Gazdász utcai útépítésre vonatkozó döntéseket, valamint a bölcsödei ellátás érdekében feladatellátási megállapodást, valamint a bölcsödei ellátás érdekében kötött feladatellátási megállapodást Dunakiliti község önkormányzatával.